Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a templom tornácában, akik itt vagytok, itt a templom előterében, vasárnapi istentiszteletünkön, ahol együtt vagyunk őt magasztalni, őt dicsérni, az ő nagyságában, fényességében gyönyörködni, és azért is, hogy könyörögjünk ő hozzá, mint abban az időben, amiben mi most élünk, örömeink és nehézségeinkkel együtt, sikereinkkel és kudarcainkkal, szomorúságainkkal, gyászainkkal együtt, minden, amiben vagyunk, akár egyen-egyenként, akár közösségben is, amit megélünk. A vasárnapok mindig egyszerre a hálaadás, a magasztalás, Istennek a dicsőítése, és a tőle való erőkérés, erőgyűjtés. Milyen jó, hogy már maga az istentisztelet, még a prédikáció elkezdése előtt is már erőgyűjtés. Egy ének, egy ima, meg az, hogy látjuk egymást. És tudjuk, hogy mindannyian ez motivál minket. Isten, az ő jelenléte, bárhogy is állunk a hitben, akármelyik részén is a hit nagy útján. De valami dolgunk van a Teremtővel, és ezt már értjük, értegetjük, és ezen az úton, mint közösség is járunk. Az igemagyarázatot, azt a sorozatunkhoz kapcsolódóan a János evangéliumából fogom mondani. A 15. rész, 19. versét, 21. rész, 15. versétől a 19. versig. Szerintem elég halk vagyok. Igen, jelzés a feleségem. Akkor is jelez, ha hangos vagyok, akkor is, ha halk vagyok. Most éppen azt mondta, halk vagyok. Úgyhogy hangosan mondom az igét, és aztán a hozzá kapcsolódó ige magyarázatot. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és odamentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és odavisz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halála dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: kövess engem. Az imádságra álljunk fel egy pillanatra, és fohászkodjunk. Teremtő Istenünk, gyönyörködünk a te teremtésedben, ebben a világban, és hálásak vagyunk neki, neked, hogy nem csak teremtő, hanem megváltó Istenként is bemutatkoztál a mi számunkra. És ez a bemutatkozásod, ez folyamatos. Folyamatosan érthetjük meg a titkaidat, azt, hogy ki vagy te, és hogy mik lehetünk a te kezedben. Mi köszönjük meg, Szentlélek Isten, hogy magyarázod nekünk a megváltás és teremtés csodáját is. Így köszönjük meg most ezt a közösséget, ezt a vasárnapi ige közösséget, a csendet benne, meg az énekszót benne, meg a madarak csiripelését benne, meg azt is, hogy mindebben lehetőségünk van a csend, az ének, az imádság mellett az ige hallgatására is. Így áld meg ezt a néhány percet most, hogy valóban tudjunk megélni előtted a hálaadást és a kérést, a magasztalást, és annak a megnyilvánulását, hogy nélküled semmik vagyunk, veled és általad vagyunk képesek járni azon az úton, a hétköznapokban, hétfőtől szombatig, munkahelyen, családban, élethelyzetben, ahol minket helyeztél. Így légy velünk, kérünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket.
Péter rehabilitációja. És itt nem a gyülekezeti tagok között lévő Péterekről van szó, hanem az ige szakaszban lévő Péterről, Jézus tanítványáról. Péter rehabilitációja, visszahelyezése, sőt nem csak visszahelyezése, hanem még jobb helyzetbe helyezése, mint ami korábban volt Péternél. Ez a jó rehabilitáció. Most a nyakammal, a lapockámmal, a hátammal és a bokámmal járok csak rehabilitációra. És az a reménységem, hogy legalább olyan rehabilitációban részem fizikailag, mint Péternek lelkileg, hogy jobban jövök ki majd az STK-ból 10 hét gyógytorna után, mint ahogy előtte voltam, még izmosabb és erősebb leszek. De viccen kívül ezt megtapasztaljuk, hogy nem arról van szó, hogy Isten visszaállít valamilyen pozícióba, hanem egy-egy nehézség után még minőségileg jobbként jövünk ki, testileg, lelkileg is akár. Hát ezt látjuk itt ebben az ige szakaszban, de hogyan? Összekapcsolódik ez picit a múlt heti szakasszal, nem baj, ha nem voltunk itt, vagy nem emlékszünk rá, csak egy mondat, hogy egy csodálatos halfogás történik már másodszor a tanítványok életében, amiről felismerik a tanítványok Jézust, a feltámadott Jézust. Hiszen ezek a történetek, amivel most már lassan a végére érünk itt Pünkösthöz közeledve, Jézus feltámadás történetei, találkozás történetei a tanítványokkal. És ebben, hogy felismerik őt, hogy a nincsből van lesz, és felismerik, hogy ő ugyanaz, de ő mégis több annál, mint volt, ebben a találkozásban így találkoznak Jézussal, és a mai történetben pedig Péter kerül még egy picit górcső alá. A múlt heti történetből úgy emlékszünk, ha emlékszünk, hogy Péter fölöltözött, mielőtt a vízbe ugrott volna Jézus felé, a nagyon nagy lendülettel volt. Talán picit meg is hallottuk, hogy valami Péter és Jézus között nem teljesen van még rendben. Péter nagy lelkesedése. Valamit rejt, valamit takar. Hát mit takar? Ez a mai történet megmutatja nekünk, de nem csak ezt, hanem azt, ahogyan Jézus rehabilitál. Ahogyan lezárja a múltat, és Péter bűnét, és ahogyan új utat mutat Péternek. Két út, vagy két lüktetés, két impulzus, és mind a két helyen két-két dolgot fogunk így megnézni. Lezárja Jézus Péter múltját, bűnét. Korábban a szenvedés történetben Péter háromszor megtagadja Jézust. Akkor, amikor elviszik Jézust, és kihallgatják, és elfogják, akkor háromszor Péter megtagadja, hogy ő hozzátartozna. Mégis ezelőtt, a tagadás előtt az egyik legkiválóbb tanítványnak mutatja magát Péter a többi között, mert úgy fogadkozik még a szenvedés történet elején Jézusnak, hogy el nem hagylak téged, követlek téged, bárhová mész. Szinte azt mondja Péter, figyelj, ha a többiek el is hagynak, de én kiemelkedek a többi közül. A többi 11, kettőn között mondom, Jézus, hát azért a Máté, meg azért a Tamással is vannak problémák, hogyha az én véleményemet kérdezed, de én Jézus, én hűséges maradok hozzád, az biztos. Kiemelkedek. Megvan a fogadkozása, megvan, hogy követi, és megvan a tagadása. Az életét féltve megtagadja háromszor a mesterét. Ezek után hangzik el ebben a történetben Jézusnak a szava háromszor. Az első így. Jobban szeretsz-e Péter, mint ezek? Érezzük? Érezzük, hogy ez milyen kontextusban van benne? Na Péter, jobban szeretsz-e, mint ezek? Hiszen ezt mondtad. Péter azt válaszolja, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Azért megkérdezi másodszorra is. Jobban, utána már csak így kérdezi, szeretsz-e engem, Péter? Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. De harmadszorra is megkérdezi. Szeretsz-e engem, Péter? És akkor azt olvassuk az igében, hogy Péter elszomorodik. És azt mondja, Uram, te mindent tudsz. Máshogy válaszol, mint eddig. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Azt szeretném a történetből idehozni nektek, hogy Jézusnak a miközben lezárja Péter múltját és bűnét, azt egyszerre teszi szigorúan
és nagyon-nagyon nagy szeretettel. Nagyon határozottan, és nagyon nagy szeretettel. Kemények, és mégis érzékenyek. Háromszor kérdezi meg Pétert, ahogy Péter háromszor tagadta meg Jézust. Emlékezteti ezzel a hármossággal erre. Az első kérdés az, jobban szeretsz-e, mint ezek? Emlékezteti Pétert, hogy hogyan fogadkozott rá. A beszélgetésben utalás van a nehézségre, megelevenedik egyértelműen, és Péter erre elszomorodik. De ezzel nincs baj. Kétfajta szomorúságról tanít a Szentírás. Pál a korintusi levélben tanít erről. És az Isten szerinti szomorúság, az azt mondja Pál, azt mondja az igaz, nem baj, az megbánhatatlan megtérést eredményez. Tud olyan szomorúságról is a Szentírás, ember szerinti megszomorodásról, amelyiknek nincs jó vége. Amik mélyre visz, és nem hoz vissza onnan. Halálba visz, így mondja a Szentírás. De van olyan szomorúság, amikor megszomorodunk, és életre szomorodunk meg. Mert megtérésre szomorodunk meg, mert megváltozunk a szomorúságban. Kétfajta szomorúság van. Na de hát, Jézus tehát elszomorítja kicsit Pétert, mert határozott. De a másik részét is tegyük hozzá, érezzük, hogy miközben ilyen határozott Jézus, közben, mint hogyha elevenen ki lehetne tapintani azt a kapcsolatot Jézus és Péter között, ami ott van. Sőt, ami összeköti őket. Ami erős, sőt, ezáltal még tovább erősödik. Szülők, akik voltak, lesznek, vagy még nem tudom, hogy mondjam, vagy éppen most szülők, azoknak megdobban itt a szívük. Úgy fegyelmezni, hogy közben a kapcsolat még akár erősödik is. Mint a tankönyvek talán úgy tanítják, hogy csak szeretett kapcsolatban lehet, érdemes is kell fegyelmezni. Azt akarom tehát mondani, hogy miközben Jézus fegyelmez, aközben érezzük, és mindjárt meg is mondom, hogy miben érezzük azt, hogy Jézus a kapcsolatot nem adja föl. Nem a kapcsolat kárára fegyelmez, hanem a kapcsolatban fegyelmez, és azt erősíti. Egyrésztől már az első válaszánál is Péternek azt mondja, mikor azt mondja Péter, Uram, szeretlek téged, azt mondja, legeltesd az én bárányaimat. Tessék, mindjárt egy feladat. Tessék, mindjárt egy fontos küldetés az első válaszod után is. Nem leírja Pétert. Nem azt mondja, hogy hát te még a futottak még kategóriába mész. Azt gondoltad, hogy te vagy a legjobb? Akkor most te vagy a legutolsó. Kicikiszted Mátét és Tamást? Na jól van, Péter. Tanuljunk most már valami rendet. Menjél az utolsó sorba hátra, és akkor az ebédlőig úgy megyünk. Jó, hogy te vagy leghátul, Péter, és nem is foghatod senki kezét. Nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy legeltesd az én juhaimat. Péter, gyere előre. Péter, gyere előre. Mind a három kérdés után azt mondja, őrizd az én bárányaimat, legeltesd az én juhaimat, Péter. Vagány figura vagy te, Péter. Sok mindenre szeretnélek még téged. Sőt, amikor azt mondja a legvégén, hogy kövess engem, akkor ugyanazt a szavakat mondja, amit Péter mondott a fogadkozásról, hogy én akárhova követlek téged. És Jézus azt mondja, kövess engem. Fontos vagy számomra, Péter, feladatot bízok rád, csak azért, mert elügyetlenkedted és hibáztál. Nem baj. Van újrakezdés, és halljuk meg most már Péterék után saját magunk helyzetét, hogy Jézus úgy beszél a nehézről, hogy tényleg elengedi. Hogy érezzük annak a súlyát, de nem kell, hogy lenyomjon és megbélyegezzen. Nem kell, hogy jóvá tegyük utána. Nem kell, hogy ezen elkezdjünk görcsölni, teperni. Ő megbocsátott, fogjuk majd énekelni, és ez elég. Ő megbocsátott, és ez elég. A legvégén így mondja Péter, Uram, te mindent tudsz. Tudod a bukásomat, elrontottam, de azt is tudod, akkor biztos, hogy én tényleg szeretlek téged. És ez jó. Tényleg szerethetjük az Istent, aki megbocsátott, és ez elég. Úgy szigorú, hogy közben nagyon kedves, hogy nagyon szeretetteljes, hogy nem megaláz, hanem ráadásul újra és újra meghív a feladatokba, családba, munkahelyen, ahol élünk, nem lehív. Olyan izgalom ez, hogy be is fejezhetném itt a prédikációt, mert ez evangélium a javából, ha szabad így mondani. Ez evangélium a javából.
De picit szeretném, ha ránéznénk arra is a történetben, hogy miközben lezárja a múltat, lezárja Jézus Péter bűnét, határozottan is elképesztő nagy szeretettel, odafigyeléssel, kapcsolatban, újrakezdéssel, lendülettel, ami Pétert felszabadítja, aközben utat is mutat neki, hát nem semmi feladatok felé. Mert hogy egészen a halálát is meg elmondja Péternek. Mert ebbe az idős, fiatal képbe az történet legvégén, ahogy a Szentíró hozzáteszi, arról beszél, hogy Péter hogyan fog mártír halált halni Jézusért. De ebben a jövendőlésben, ebben még több minden ott van. És az egész beszélgetés kontextusát nézve is. Erre is kérem, hogy még gyertek még ebbe a tavaszi csöndbe, fák és madarak susogásába. Legyünk együtt. Úgy mondanám, hogy Jézus kihangsúlyozza és emlékezteti, hogy a feladatnak, a legnehezebb feladatnak is nem lehet más a motivációja, mint a szeretet. És a szeretetnek nem lehet más megnyilvánulása, csak mindig tettekben. Minden feladatnak, a legnehezebbnek is a motivációja a szeretet lehet, és kell legyen. És minden szeretetünk, amelyik ott buzog a szívünkben, annak meg kell valamilyen fizikai módon, valósággal, tettekben nyilvánulnia. Hogyan látjuk ezt az igében, és miért mondom ezt? Nézzük az elsőt. A feladat motivációja a szeretet. Legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat, legeltesd az én juhaimat. Folyamatosan ezt mondja Péternek Jézus, miközben Péter így válaszol, hogy szeretlek téged. Összekapcsolja a kettőt Jézus, egyértelműen. A szeretet himnusz jut eszünkbe erről számunkra. Köszönöm szépen. Megjutatásképpen engem egyáltalában nem zavar. De igyekszem úgy csinálni, hogy ti is tudjatok figyelni. Valamiért ez a kavics most nagyon fontos lesz, még nem tudom miért lesz fontos az igehirdetésben, de igyekszem majd meglátni, hogy az Úr miért is. Azt mondja Pál apostol a szeretet himnuszában, hogy ha hegyeket mozdítunk is meg, de szeretet nincsen bennünk semmik vagyunk. Nagyon fontos mondat. Ha úgy tesszük a feladatainkat, családban, munkahelyen, annyit dolgozunk, és teszünk a gyerekért, a családért, a szülőért, a nagyszülőért, annyi mindent, de szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. Ez meghív bennünket egy spirituális útra, divatos szóval. Kevésbé divatosan egy kellő mértékű önvizsgálatra hív meg. Kellő mértékű önvizsgálatra hív meg. Hogy mik az én motivációim, miközben buzgok a feladattól. Nem dőlte meg a mi nagy szeretetünk mérlegén, a mérleg, vagy a serpenyőben a mérleg, a feladataink felé. Hogy már nem is azokat szeretjük, akiket elvileg csináljuk, hanem a feladatot magát. Hogy rettenetesen szeretjük a feladatot, de hagyjanak bennünket békén azok, akik ott vannak. Mert mi szeretjük azt a feladatot. És persze a szlogen megvan, hogy őértük csinálom, de az már csak szlogen. Mert a feladatért csinálom, meg önmagamért csinálom. Önmagamért csinálom. Hát most akkor ide kötöm ezt a kavicsot, jó? Itt buzgón prédikálok a szeretetről. Kisfiam, menj már innen, most én prédikálok. Milyen jól hangzott volna, nem? Úgy, dolgozom, Ica néni megmondta, most Károly dolgozik, így ezzel. Dindos, dolgozom, fiam, menj innen. Egy picit ambivalens lett volna talán ez a szituáció. Hogyan tudsz úgy dolgozni, hogy nem billen meg a történet? Ez nem az én kihívásom ezzel a kavicssal, hanem azt gondolom mindannyiunk kihívása. Úgyhogy itt ez a kérdés. Kit szeretsz? Kiért dolgozol? Emlékezted minket ez? És most így mondom, a legnagyobb parancsolat, amit Jézus mond. A legnagyobb parancsolat, hogy szeresd Istent. Ez a legnagyobb feladat. Elmédből, szívedből, erődből, lelkedből. Ez a legfontosabb parancsolat. Minden tettednek az Isten iránti szeretetből kell fakadnia. Hú! Kell és lehet. És ennek a párja pedig
És ezzel zárul az ige hirdetés, a mai buzdítás. Ennek a párja az, hogy a szeretetünknek viszont meg kell nyilvánulni a konkrét tettekben. Bármilyen nagy, rózsaszín ködben úszunk a szeretet nevében. Vagy éppen telve vagyunk Isten élményekkel, csodálatos zsoltárokkal, éppen süt rám a nap, éppen imádkozom csodálatosan, és akkor jön oda valamelyik gyermekem, hogy mondjuk a legkisebb, hogy hát ki kell cserélni a csomagot. Ugye? Hát nem egy túl életszerű dolog. Hát én most éppen buzogtam az Isten iránti szeretetemben, és éppen elmerültem abban is. Most jön ide is, most vagy éppen akkor esik el. Mert a nagy szeretetünk, az tettekben kell megnyilvánuljon. Azaz, mennyire szeretem feleségem, férjem, gyerekem, szülőm, unokám, nagyszülőm, még konkrétabban mennyi időt töltesz velük, mennyi pénzt költesz rájuk, milyen kis apró ajándékot adtál nekik legutóbb, milyen szívességet tettél meg nekik, hogyan masszíroztad meg a fájós nyakát neki legutóbb, vagy mikor társasoztatok egyet, és még lehetne ragozni a sort. Mérd le időben, energiában. Mert a másik nagy parancsolat, az meg így hangzik, szeresd a fele barátodat, mint magadat. Hogy szóval Péternek mondhatta volna Jézus azt is, hogy szeretsz engem, akkor énekelj egy nagyot. Írjál zsoltárokat. Egyébként az is jó. Vagy mondhatta volna Jézus Péternek azt, hogy szeretsz engem, Péter, akkor három imát mondjál el minden órában. Egyébként imádkozni jó dolog. De nem ezt mondta. Azt mondta, hogy legeltesd, őrizd az én juhaimat, akik szanaszéjjel szaladgálnak. Nem figyelnek oda. Meg nagyon nehéz velük. Itt küzdködtem velük 3 éve, Péter. Nem egyszerű, te is köztük voltál. Veled milyen sokat küzdködtem. Küzdködj velük tovább. Szeresd fele barátodat, munkatársadat, szomszédodat, főnöködet, beosztottodat, és még sorolhatnám. Tehát a második gondolatkör a mérlegre állít minket, vagy hát a mérleget mutatja meg nekünk feladatok és emberek kapcsán. Igen, buzgolkodsz, de talán már nem tudod, hogy miért. Vagy éppen a fellegekben jársz az érzéseiddel, Isten élményeiddel, de elfeledkeztél arról, hogy valós emberek közé helyezett téged Isten, az előbb elsoroltak közé. Befejezem az ige hirdetést, a buzdítást, a mai buzdítást, kedves testvérek. Jézus lezárja Péter múltját, finoman, de határozottan, kedvesen és erőteljesen, de örökre. Szóval Péterről majd nem fognak a háta mögött beszélni a többiek, hogy miközben vezeti a gyülekezetet, hogy jaj, itt jön Péter a tagadó, szóval nem így beszélnek a Péterről az első gyülekezetben. Azért nem gúgyolnak Péterről, mert le van írva, hogy a főnök lezárta a kérdést. A főnök lezárta a kérdést. Senki nem gúnyolódik Péteren. Ha a főnök lezárta a kérdést neked, a számodra, akkor az le van zárva, és senki nem gúnyolódhat rajtad. És másodszorra pedig láttuk, ahogy utat mutat Péternek Jézus, meghívja a szeretet és cselekedetek nagy összhangzattanára. Az Isten és egymás iránti belülről jövő és mégis tettekben megnyilvánuló szeretetre. Téged és engem is most meghívott ez az ige. Mondjunk rá igent. Köteleződj el ma is. Az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az örök életre. Térj meg, változz meg. Isten szent lelke meghív minket rá. Amen. Gyertek és fennállva imádkozzunk. Istenünk, amikor eléd jövünk imádságban most, akkor érezzük, hogy szinte meg kell fogjuk azokat, akik hozzánk tartoznak, gyerekeket és felnőtteket, nagyszülőket és unokákat és munkatársakat. Érezzük, hogy át kell őket ölelni, mert ő közéjük helyeztél minket. Azok közé, akik néha megnehezítik az életünket, azt gondoljuk, mert nem engedik, hogy mi átéljük a nagy szeretetet. De közben akik között szeretnéd, ha megtanulnánk a szeretetet. Kérünk Istenünk, hogy taníts mennünket
az élet hétköznapjaiban felismerni ezeket a szeretet lehetőségeit. De ezzel együtt azt is kérjük, hogy add meg nekünk a feltankolás lehetőségét. Hagy tudjuk úgy cselekedni, hogy van időnk töltődni, hagy tudjunk úgy töltődni, hogy adni akarunk utána. Köszönjük Istenünk, hogy te, amikor eljöttél és emberré lettél, akkor elvonultál sokszor magányosan, kora hajnalban imádkozni, szakítottál időt arra, hogy töltődj, aztán, hogy legeltesd, őrizd a te juhaidat és bárányaidat. Köszönjük, hogy bennünket is most ezen a mai napon kiszakítasz a munkaforgásából, hogy töltődjünk, hát, hogy felfedezzünk téged akár szeretetedet a napsütésben, vagy egy zene meghallgatásában, vagy bármi, ami a mai napon vár minket, vagy éppen azok között, az emberek között, akik között megélhetjük ezt. Köszönjük most a gyülekezet közösségét, és köszönjük azt is, hogy nem kell elszaladjunk, hanem tudunk egymással szót váltani, akár az igéről, az elhangzottakról. Erősítsd a mi közösségünket Jézus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Fennállva mondom, fogadjuk az Istennek az áldását. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánknak szeretete és a Szentlélek Istennek szövetsége, közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás békességet, és szabad megtartam minden előírást, de egymást köszönteni, szót váltani. Isten áldja meg a mai napunkat tovább.